jön az ember, és leszáll a klinikák megállónál, és ott van a sebészet, a nőgyógyászat, és közte ez a kis épület. De fontos épület annak, aki már megjárt, annak nagyon fontos. Mindannyian attól félünk, hogy hű, majd egyszer kiderül, hogy nekem rákom van. Nekem is az volt az első kérdésem, hogy és ebből én meggyógyulhatok? És olyan választ kaptam, hogy kicsit jobban kezdtem érezni magam. Amikor elkezdődött a kezelés, mondták, hogy ki fog hullani a hajam a kemoterápiás kezeléstől, és hogy nem lesz olyan kellemes, szóval ez nem egy fáklyás menet, de azért bírjam ki. Hát ő rögtön adott nekem egy parókát, és én sokáig nem is éreztem, hogy bármi probléma lenne a hajammal, de amikor teljesen váratlanul tényleg aztán egyszerre az egész kihullott, akkor nagyon jól jött, hogy ott volt már egy paróka, ami után csak el kellett mennem, és hát magamnak vásárolni egy másikat. Ezek ilyen apróságok, ami nagyon, szóval én nagyon fontosnak éreztem, jónak éreztem. Abszolút bizalommal voltam az egyetem is, meg a klinika iránt is, és nem léptem át a küszöböt rossz érzéssel, hanem mindig valami normális emberi helyre mentem, ahol megfogják a kezemet és segítenek nekem. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák, borítsa lombos fejetek, szagos, virágos fergetek, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, üllői úti fák.